Borzongos szép napot, vagy estét kívánok minden kedves nézőmnek, mint ahogy az a címből is látszik, megérkezett a 2024-es Scream Fortress frissítése. Sokan kérdeztétek, hogy hol vannak a pályák meg a szerződések, mikor október elején behálló vinesedett a menü. Azzal kapcsolatban annyi a magyarázat, hogy a rendszer automatikusan beaktiválja a borzongos éjszakák módját, míg az aktuális újdonságok meghatározatlan idővel később érkeznek meg a játékban. Viszont most 9 nappal később, azaz október 11-én meg is érkeztek, szóval lássuk is meg, hogy ezúttal mit kotorázhat össze a Valve a Steam műhelyéből. Nézzük hát, hogy mit is nyit a 2024-es Scream Fortress ládája és kulcsa. Díszítők. A díszítők, vagyis minden, amit fel tudsz pakolni a karakteredre, de nem lesz tőle jobb a skillet kiegészítő, a játék egy szerves eleme, immáron több mint 10 éve. Így nem is csoda, hogy a mostani frissítés sem szenved hiány belőlük. Felderítőnek, pirónak, robbantósnak, szanitésznek és kémnek 2-2 új ruha jutott. Gépágyos egymagában 3 új ruhát kapott a ruhatárába. Mérnök járt most a legjobban a többi 8 zsoldos társával szemben, ugyanis ő 5 új díszítőt szerzett a Steam műhelyéből. Érkezett egy több kasztos csukja a Piro és a Sanitate számára, ami szerintem reprezentálni szeretné a jó és a gonosz harcát. Zárásként pedig érkezett 3 minden osztályú díszítő is a zsoldosok öltöző szekrényébe. És most szokásos módon említsük meg, hogy mennyi haszontalan rendkívül effektet kapott ismét a játék, ahelyett valami menő fegyver érkezett volna a játékba. 22. Ehelyett a jobb frissítéseket több játékos vonhatnának be, ami több pénzt jelentene, de valakinek az a csodás ötlete van 2017 óta, hogy inkább rakjunk be 1000-féle világító túlárazott cuccot, ami csorbítja a többi összértékét. Beszólások. A Steam műhelyben dolgozó Team Fortress 2 közösségi tagok ismét kitettek magukért beszólások ügyében is. Ezekből 4-et át is emelt a Valve a játékba, amik a következőek. Crushing Defeat. Egy gépályos beszólás, ahol a kopasz orozsoldosunk a hullatgyalázás elrettentő erejével bemutatja ellenfelé számára, hogy mennyire könnyen roppan a koponya a megfelelő kezekben. Commanding Clap. Egy minden osztályú beszólás, ahol a nevetés, a dű és a félelem után végre mind a 9 zsoldos ki tudja fejezni elismerését bajtársai és ellenfelei irányába őszintén vagy ironizálva. Peace out! Egy felderítő beszólás, ahol villámléptő bosszani csoda gyerekünk egy szuperhős sorozat egyik ikonikus jelenetének utalásával, no meg egy mém reprodukálásával kicsúfolhatja mások halálát. The Punchline. Egy kémbeszólás, ami a 20. századi rajzfilmek egy ikonikus pisztolyos jelenetének humoros csattanója. A beszólások, díszítők és a haszontalanság után következzenek a borzongások új helyszínéről szolgáló pályái. Pályák. Az idei Scream Fortress 7 darab pályát hozott be a Team Fortress 2 világába, amik külön-külön egy-egy játékmódhoz érkeztek. A zombi fertőzés kapta a Blessington pályát, a játékos megsemmisítés pedig a cirkuszt. A támadóvédekező játékmód kapta a Dark Marsh pályát, a pontfoglaló játékmód pedig a Freaky Fair-t. A kötélhúzás játékmód kapta a Dynamite pályát. A Saxton Hill játékmód kapta az Outburst-ot, és a Hegykirály játékmód kapta végezetül a Toxicot. Összegzés. Összességében nézve, ez a frissítés is tudott hozni valami újdonságot is a megszokott Steam műhely Ctrl-C és Ctrl-B-zése mellett. Például a Saxton Hill pálya főgonosza most úgy néz ki, mint a pokol vezérigazgatója, ami sokkal jobban passzol a Halloween hangulatához, mint hogy csak egy új pálya lenne, de azon kívül minden a megszokott. A megcsinálható szerződések száma ismét növekedett a több pályának köszönhetően, aminek megcsinálásával számos nem cserélhető ruházatot lehet szerezni, amiket csak Halloweenkor és teli horkor viselhet a játékos. Ennek ellenére sok nagyon menően néz ki. Véleményem szerint, hogyha lenne szerződés minden nagyobb évszakos vagy ünnepes frissítésnél, akkor nem lenne ekkora válságban a Team Fortress 2 a folyamatosan csökkenő játékos bázisa miatt. Nem feltétlenül kellene minden ingyenes legyen, és nem feltétlenül kellene minden ingyen kapott tár eladható vagy cserélhető legyen. Az sem lenne rossz, ha a különböző elér szintekért Counter-Strike 2-t hasonlóan tárgyakat lehessen kapogatni,
amik nem feltétlenül érnek sokat, de sok embernek ad motivációt. Persze benne van a pakliba, hogy akkor ezt az emberek így kihasználják különböző botolásokkal, mint ahogy a katisztráknál is csinálták, és emiatt aztán egy csomó több tízezer botot így, orosz botot így akkor így kibannoltak, akik próbálták így farmolni régebbi a tárgyakat. Most pedig akkor az új ilyen Battle Pass-szerű ticketelet. Úgyhogy igazából megvan ennek is a hátulütője, de minden esetre lenne valami, ami jó megmotiválna legalább a játékosokat, hogy ne legyen az, hogy akkor felmegyünk, kicsit megunjuk, nincsen semmi cél, hatalom, stb. És akkor így mennek tovább. Na azt kérem, hogy Battle Pass legyen, mert akkor nagyon elmenne rossz irányba, de egy kicsi valamiféle apróságokat így akkor el lehetne érni akár, csak annyit, hogy szintenként kapjanak például egy refet, vagy... Az sem elfelejtendő, hogy olyan új játékmódunk is van, mint a kötélhúzás, ami egy egykori közösségi eredetű játékmód, amiből hivatalosat varázsoltak. Végezetül az is meglepetésként ért, hogy pont Halloweenkor a hivatalos Versus Saxon Hill játékmód is tiszteletét teszi az idei Scream Fortressben, ami valahogy úgy érződik, mint egyfajta bepótlás, amiért a nyári frissítésből ki lett hagyva. Úgy érzem, ezúttal is kimaradt valami a bemutatásból. Vajon mi lehetett? Meg is van, a fegyverfestések. Az előző frissítésből ki is maradtak, ami nem akar a baj, de ha már érkeztek, akkor tegyünk róluk is említést. Ezúttal 12 érkezett, és a ládikáikban meg jött egy olyan esély, hogy rendkívüli esítőt lehet mellé kapni beszólásokra. Nos, ezzel akkor azt hiszem meg is volnánk. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és írj meg komment szekcióban véleményedet az idei frissítésről és a tapasztalataidról. Amennyiben szeretnéd Discord közösségemhez tartozni, csatlakozhatsz a videó leírásában található linkre kattintva. A szabályzat elfogadásával a szabályzat szobában megkapod a tagrangot, amivel számos közösségi szobához kapsz majd hozzáférést, köztük azokhoz is, ahol a közös játékokat és a streameket szoktam tartani. PM2000 voltam, borzongós viszontlátásra!